Nagyon szépen köszönöm Csellinak és Szaminak a segítséget. Ugye az ő közleműködésük révén lett testvérvárosunk Longcheng. Longcheng egyébként Csellinak a szülővárosa. Igen. És hát azóta is nagyon jó kapcsolatban vagyunk ezzel a kínai várossal. És most, amikor jött ez a nagy baj, akkor felajánlották, hogy segíteni fognak nekünk, és szintén az ő közleműködésükkel sikerült Longcheng-től 30 ezer darab maszkot kapni. De azon túl is sok segítséget kaptunk tőlük, ettől a családtól, és hát ezt nagyon-nagyon köszönöm nekik. Elindultunk több programmal, diákcsere programmal, egyéb testvérvárosi programokkal, és nem gondoltuk azt, hogy itt ennyire hamar elérkezik egy ilyen közvetlen segítségnyújtás is. Remélem, hogy a hosszú távú kapcsolatunk során nem arról kell majd mindig beszámolnunk, hogy hogyan tudunk bajban segíteni egymásnak, hanem hogyan tudunk közös örömöknek örülni, és hogyan tudunk közös sikereket megvalósítani. Most ebben a helyzetben ez egy óriási segítség volt. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm közvetlenül nekik, Charlie-nak és Sunny-nak, és nagyon szépen köszönöm az egész Longcheng városának, hogy ez egy 280 ezres közösség, az ottani vezetők döntése eredményeként kaptuk meg ezt a nagy segítséget, amit egészségügyi intézményekbe, nagy foglalkoztatóknak, élelmiszerellátó üzletekbe tudtunk eljuttatni, és a következő hetekben is ezt fogjuk tenni. Én nagyon szépen köszönöm ezt még egyszer a város egész közössége nevében. Sunny, hogy látod? Mondj valamit, egy-két-három mondatot. Itt én most a május 27-ig, éppen hogy én Magyarországon érkezem, hogy 24 éves. 24 évvel ezelőtt érkeztetek ide? Igen, most Magyarországon, azért, hogy már tavaly is már 18 éve. Azért nagyon szeretem, hogy Magyarországon él, meg tavaly az már olyan, mint mi család. Azért nagyon örülök, hogy ilyenkor, hogy lehet csinálni valami, hogy tudom valamit csinálni, és tudom segíteni. És nagyon örülök, hogy most Kínában, hogy egy nagyon jó példa, hogy mert előre, hogy Kínában történik ez, és ott hirtelen, hogy nagyon sok egyszerre, hogy történik valami, és Kínában egy egész világnak egy jó példa az, hogy a kínaiak csinálták, ez egy jó példa az egész világnak. Hogy hirtelen, hogy például orvosság, hogy hogy kell csinálni, mert hogy kell védelni, hogy kell, mi jó, mi nem jó, hogy a Kínában, hogy már egy jó példa, hogy csinálta. És azért most egész világ, hogy minden ország, hogy is tanul egymást, és ilyen kapcsolat. És most egész világ minden ország, hogy Kínába vásárolni, mert szervezi, hogy maszkot, meg ilyesmi. Azért mondtam, hogy nagyon örülök, hogy már van egy ilyen, előle egy ilyen példa, és tudom, hogy kell csinálni. Mert mi is csak azért, hogy szerezni, hogy próbálni ezzel csinálni, mert tudom, hogy ezzel segíteni. És az biztos, ha mindenki jól vigyázni, ha tényleg jól csinálni, akkor ez meg lehet oltani. És most a Kínában már, például a mi városban már nem kell maszk, már teljesen már jó. Normális, és azért már normális, igen, már vissza normális élet. Azért örülök, hogy szerintem, hogy ha jól csinálni, mindenki, hogy betartja a szabályokat. Igen, akkor gyorsan, hogy nem sokára, hogy fog beállni ezek a probléma. És én nagyon köszönöm mi is, hogy ilyen jó helységet értünk, és ilyen lehet ilyen kapcsolat, és lehet Kínába, és lehet csinálni valamit, hogy tudom segíteni, és lehet tanulni egymás. Én nagyon-nagyon szeretem, mert hogy nagyon szeretem itt mindenki jó, és tovább is tanulni. Itt kell működik, hogy Kínában, meg Magyarországon, meg egész világ, hogy tanul egymás, és kapcsolat. Nem csak ezek dolga van, hogy például iskola, például kórház, például kultúra, és minden lehet jó kapcsolatban, hogy jól többen ismerni egymás, akkor könnyebb, hogy mindenki együtt működik, könnyebb, mint mindenki magától csinálni dolga. Nagyon szerettem már. Köszönjük szépen egyébként az értékét tekintve, tehát hogyha ezt a városnak kellett volna beszereznie, akkor ez több millió forintos értéket jelent. Nekünk kizárólag a vámkezelés költségeit kellett fizetni, tehát néhány százezer forint fejében kaptunk sok millió forint értékű védőfelszerelést.
ezt nagyon szépen köszönjük, és valóban nagy távlatokat nyit ez a további együttműködésben, a kultúrában, az ifjúsági kapcsolatokban, egymás minél jobb megismerésében, és sokat tanulhatunk egymástól, mint ahogy most ebben a vészhelyzetben is egy jó példa volt valóban a kínai példa, hogy hogyan kezelték, hogyan oldották meg, milyen intézkedéseket hoztak, és köszönjük szépen, hogy közvetítettetek ebben, és remélem, hogy a jövőben még nagyon sok közös programról tudunk majd beszélni. Ti is vigyázzatok magatokra! Köszönöm! És nagyon örülök, hogy ilyen jó testvére városi lehetőség, és ez nagyon sok segíteni, mert és nagyon mélyesebb lehet. Sok lehetőség igen, van ebben. Igen. Köszönjük szépen! Köszönöm! Köszönjük!